Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség meghatározása gyakran okoz nehézséget az adózóknak. Erről beszélgettünk Adópercek című műsorunkban a NAV baranyai sajtóreferensével. Barlai Krisztina elmondta, hogy ez a kötelezettség azokra a magánszemélyekre vonatkozik, akiknek megszűnik a biztosítási jogviszonya, illetve egyéb jogon sem jogosultak egészségügyi ellátásra, és nem szociálisan rászorulók. Nekik a jogosultság megszűnését követő 45. naptól havi 8000 forintot kell megfizetniük minden hónap 12. napjáig. Hogyha tavaly július 1-e után a tartozás eléri a 6 hónapot, akkor elveszti az egészségügyi szolgáltatásra jogosultságát az adózó. Tehát erre nagyon oda kell figyelni. Egyéb esetekben, hogyha az adózónak fizetési kötelezettsége van, akkor pedig vagy átutalással, vagy csekken, vagy elektronikus fizetéssel, vagy bármelyik ügyfélszolgálaton tudja teljesíteni bankkártyával ezt a kötelezettséget. A 2020. július 1-e előtti időszakra vonatkozó kötelezettséget még a régi számlaszámra kell elutalni, tette hozzá Barlai Krisztina. Amennyiben 6 havi összeget meghaladó hátralék keletkezik, akkor a magánszemély nem vehet igénybe térítésmentes egészségügyi szolgáltatást, és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő érvényteleníti tajszámát. Amennyiben az adózó vitatja akár a tartozás összegét vagy tényét, úgy a lakóhelye szerinti illetékes adóhivatalnál kezdeményezhet egyeztetést. A külföldön munkát vállalók pedig csak akkor mentesülnek a kötelezettség alól, ha az adott országban egészségügyi szolgáltatásra jogosultságot szerez, és ezt igazolni is tudja. Ezt igazolni kell itt a magyar szervek felé, ez azt jelenti, hogy vagy az UNIA rendszerben, vagy ezen a T10-11U elnevezésű nyomtatványon nyilatkozni kell arra vonatkozóan, hogy külföldön egészségügyi ellátásra jogosult. Az ügyfelek minden fontos információt megtalálnak a nav.gov.hu oldalon, de telefonon és személyesen is nyújtanak segítséget az adóhivatal munkatársai ebben és más kérdéskörökben is.